következő kísérleteknél be lehet fogni. Link Prinsloo következik majd, miközben mi meg áttérünk. A férfi 110 méteres gátfutása, hiszen dr. Baji Balázs, először látunk ilyen feliratot a neve mellett, hiszen az Állatorvos Tudományi Egyetemen diplomázott, és már dolgozik is a sebészeti tanszéken Baji Balázs, aki idén kétszer futott már országos csúcsot, most 13-23-mal tartja Osztrava óta a nemzeti csúcsot. A világrekorder fut majd mellette Aris Merritt, aki vesetranszplantáción esett át, 12-80, a világrekord idén 13-13-a van az amerikai futónak. A riói olimpia bajnoka Omar MCLeod a négyes pályán, aki tud 10 másodpercen belül futni 100 métert, és idén ő az egyetlen, aki 13 másodpercen belül futotta a 110 gátat. 12-90-nel nyerte meg Kingstonban a jamaikai bajnokságot MCLeod. Antonio Alcana, aki Prágában legyőzte Baji Balázst, 2016 Afrika bajnoka, tavaly ezüstérmes volt itt a gyulai memoriálon, ő Dél-Afrikát képviseli az ötös pályán. A hatoson egy világbajnok, Szergej Subenkov, 2015-ben nyerte Pekingben a VB-t, előtte nem sokkal pont a gyulai memoriálon győzött, lehet, hogy ez megint jó kabala lesz majd számára, ugye az oroszok eltiltása miatt, ő most úgymond nemzet nélküliként szerepel, Sánkában a Gyémánt Ligán több mint 500 nap után térhetett vissza az eltiltások után a nemzetközi mezőnybe. Shane Braithwaite ifjúsági világbajnok volt, korábban a Barbadosi 13-31-es idei legjobbal, és Szűcs Valdó pedig a 8-as pályán, aki a 2016-os amszterdami Európa-bajnokságon középdöntős volt a belgrádi fedett, ebén pedig hajlítósérülés miatt nem tudott sajnos elindulni. Valdo James Hillier és Kálmán Ferenc tanítványa Valdo, aki tehát a 8-as pályán szerepel, ő 2015. szeptember óta Nagy-Britanniában él. Ez a férfi 110 méteres gátfutás döntőjének a beosztása. Az egyesen még Andrew Riley-t is láthattuk, aki nemzetközösségi játékokat nyert 2014-ben, és nyert már gyulai memoriált is, méghozzá 2013-ban. Úgyhogy Baji Balázsnak a kettes pályán nincs könnyű feladata, a világcsúcstartó és az olimpiai, valamint a világbajnok is itt ebben a mezőnyben. Nehéz elképzelni férfi 110 gáton ennél erősebb és fajsúlyosabb mezőnyt. Balázsnak tehát föl van adva a lecke, de egyben itt a lehetőség, hogy tovább javítsa azt a csúcsot, amiből idén már 500-ot faragott, hiszen 13-28-al a szezon elején már ő tartotta a magyar rekordot, ezt előbb 13-24-re, majd pedig ezzel a bizonyos osztravai futással 13,23 másodpercre javította. Tud-e 13-2 környékén futni Baji Balázs? Ez is a kérdése a most következő futamnak. Jó rajta, hogy Balázs a kettes pályán, de kiválóan ment Omar MCLeod, és Aries Merritt is ott van még mellette. Subenkov is ott van MCLeod mellett. Subenkov talán átveszi most már a vezetés. Balázs a negyedik helyen, MCLeod nyeri a futamot, és a három nagy sztár mögött Baji Balázs a negyedik helyen. 12-97. Hatalmas versenycsúcs. Először 13 másodpercen belül a gyulai memoriálon is, azt hiszem, hogy Magyarországon is, bár erről nincs statisztikám. Omar MCLeod, ha nem hibázik technikailag, akkor nehéz őt legyőzni. Amikor sikerült Balázsnak legyőzni MCLeodot, három ilyen alkalom is volt, akkor mindig hibázott a jamaikai, többek között tavaly is, hiszen akkor ugye Baji Balázsnak sikerült MCLeodot legyőzni, ezúttal nem, mert kiválóan teljesített az a versenyző, aki valószínűleg a VB-nek is a nagy favoritja lesz. Subenkov 13-01-et futott, ez idei legjobb, és 12-96 végül az eredmény. Ezzel nyeri Omar MCLeod a gyulai memoriát. Aries Merritt 13-11-el, és akkor nézzük Balázs időeredményét, hogy lesz-e 13-2 körül. Nagyon közel volt Merritthez egyébként a negyedik helyen Baji Balázs. Én úgy érzem, hogy meg lehet. Nagyon-nagyon közel volt. 13-15! Egyéni csúcs és országos rekord, és egyben 800-ot faragott Baji Balázs. Felállva tapsol a közönség, hatalmas nagy eredmény a magyar 110 gátastól. Hát ennyit tesz, amikor ilyen mezőnyben lehet futni Baji Balázs. A negyedik helyen fantasztikus országos csúccsal. Harmadszor javít idén egyéni rekordot, és most már 13%-ot farag le, és ezzel, ahogy ő fogalmazott pár nappal ezelőtt egy interjúban, egy külön kategóriát tud ugrani, aki 13-2-n belül fut férfi 110 gáton, az már tényleg az extra klasszisok közé tartozik, és ezzel, ezek után nyugodtan mondhatjuk, hogy világbajnoki döntő esélyesünk van dr. Baji Balázs személyében. Bravo!
Alkanát legyőzi Baji Balázs. Rádi csak a hatodik, Szűcsvaldó végül idei legjobbjával 13-98-al a nyolcadik helyen végez. Azt hiszem, hogy a Spirjet Bozsidár táblázaton Omar MCLeod is versenyre kell majd Kendra Harrisonnal. Ez is egy parádés futás volt férfi 110 gáton, és Baji Balázs országos csúcson negyedik.